Tavaly május óta működik a Gézengúz Alapítvány családi erőforrás központja. A projekt keretében különböző közösségi programokat szerveznek, előadásokat tartanak és a szülők dolgát könnyítik meg tanácsadásokkal. Kovácsné Lengyel Mónika intézmény vezetőtől megtudtuk, minden hónapban megszervezik a nyílt napot. Volt szó a hisztiről, a testvérféltékenységről, a gyászfeldolgozásról, vagy az anyává válásról. Mindegyiknek azt gondolom, hogy tényleg nagy sikere volt, és a későbbiekben is sok szeretettel várunk mindenkit, mert hogy minden hónapban egy nap megszervezzük ezt, délelőtt, délután, hogy aki esetleg dolgozik, akkor az ne legyen akadálya, hogy ezen részt vegyen. Károly Kinga, gyógypedagógus az oktatáson elmondta, több szempontot is figyelembe kell venni az óvoda választásnál. Az egyik legfontosabb az óvónő személye. Érdemes arra figyelni, hogy az óvónő személye az olyan legyen, aki nyitott, barátságos, és a szülőkben is, meg a gyerekekben is egyaránt bizalmat tud ébreszteni. Illetve fontos, hogy az óvodai nevelési program is illeszkedjen úgy nagyjából a gyereknek a személyiségéhez, a habitusához. Legyenek udvari foglalkozások, játékok, közös foglalkozás, ami a szocializációt segíti egy kicsit elő számukra. Az alapítványnál elmondták, hogy a szülők hozzák el gyermekeiket is, hiszen a foglalkozások ideje alatt felügyeletet biztosítanak a kicsik számára. A programok ingyenesen látogathatók.